első fájlom, és akkor itt a dobókockával játszottunk. Jó? Hogy mit? Azt önök hallották. Ez a fájl ott lesz a honlapon, önök nézhetik, tanulmányozhatják, tegyék is majd meg, ennyi. Na, új munka következik, a pénzdobálós díj. Tehát, az volt a feladat, hogy egyetlen fejet kapok-e vagy nem. Három darab írás nem következett be. Három darab fej nem következett be. És így tovább, ezt játszogathatnám, de helyette más csinálom. Azt mondom, hogy van három élmém, valamilyen módon elnevezem őket, egy-kettő-három a nevük, és akkor ez az érme, ez ebbe a sárga cellában lesz szimulálva, azzal, hogy rank between, magyarul, egyébként önök mit szeretnek jobban, a magyar vagy az angol? Magyar ki szereti jobban? Angol ki szereti jobban? Ki az, aki semmit se szeret? Mert szerintem ilyen is van. Jó, döntetlen volt a dolog, most magyarul van itt. Én az angol sokkal jobban szeretem, legközelebb angolul lesz, ami nem fog gondot okozni, mert amit most leírok magyarul, ilyen utasításokat, ha visszahívom őket angolban, akkor angolul fognak megjelenni. Az egyszer így van kitalálva, a nyelvet lehet állítani, de most ebben nem megyek bele, tehát akkor vél között, és akkor most fej vagy írás kell döntenem, hát ez egy két kimenetelő dolog, nullát és egyet írok oda, és megegyezünk abban, hogy a fej az jelent egyet, és az írás az lesz a nulla. Tehát magyarul én a fejekre vadászok. Jó, tehát ez egy ilyen konvenció itt a felső sorban, ezt jelzem itt az ilyen döglött kék színnel. Jó, ez a megegyezés. Jó, tehát akkor ez most egy írást jelent. Ugyanezt az utasítást berakom kettes és a hármas alá, itt a három fej, nézzék! Most a számítógépem is három fejet adott. Ó! Oh, egy fej. Aha, tehát én itt a fejek számával foglalkozom, amit most kiszámolok, hát a vak is látja, hogyha összeadom ezt a három számot, akkor megkapom a fejek számát, ezt ide is írom, hogy fejek száma. És akkor az az esemény érdekelt minket az előbb valamiért, hogy egy fej adódik-e, egy fej egy kérdőjellel, és már profi módon írjuk oda, hogy ha ez a szám egyenlő egyel, akkor bekövetkezik, ott pedig nem következik. Tehát tessék vigyázni, többféle értelemben használom a nullát, mint meg az egyet, ebben a zöld cellában az egyes az azt jelenti, hogy bekövetkezett az én eseményem. Ebben a cellában azt jelenti, hogy fejet kaptam, ebben a fehér cellában, ami ne legyen fehér, mert ez egy unalmas szín, legyen kék, azt jelenti, hogy a fejek száma egyre legyen nő. Na, megyik minden. Nos, fej-fej írás, kettő darab fej, az eseményem nem következett. Na most, az F9 nyomkodása helyett húzom, és csinálok sok kísérletet. Olyan 1000 nagyságrend az, ami már szépen működik abból a szempontból, ami nekünk kell. Megindexelem a kísérleteket, első, második és harmadik, negyedik és így tovább. Ott látjuk a végén, 1103 kísérletünk van. És akkor most megnézzük, hogy hányszor következett be az én eseményem, tehát az eseményünk gyakoriságát fogom itt kiszámolni, ami egyszerűen a G oszlopban lévő egyesek száma, tehát szummája a G oszlopban lévő számoknak. Picit beleköp a levesünkbe ez a nulla, de mivel nulla, ezért nem ér semmit a köpése, mert nulla, úgyhogy oda kéne figyelnem, hogyha ott nem nulla állna. 443-szor következett be az esemény. Itt kiszámoljuk a relatív gyakoriságot is. Igen. E
összes kísérletek számát már elfelejtette, hogy szükség van arra is, ide jön, hogy összes, és akkor jön a darab teli, ezzel számolom, mondjuk azt, hogy itt hány számolom. Állalálj, akkor ki kell történni, mire vadászok, hibáztam, javítom, pontos vesző, és de nem darab teli, nem, bocsánat, látják, amikor az ember így, és egy darab, hány darab szám van ott, 1103, igen, ennyi volt az előbb, és a kísérletes száma. Ő elosztva, ő vele, ő a relatív gyakorisága, 0,39. És akkor jön a költői kérdés, vajon ez a szám milyen érték körül stabilizálódik a valószínűsége a szóban forgó eseménynek? Mennyi? Itt a kérdőjel jelzi, hogy ezen rágódunk most. A valószínűség kigondolásához nem kell kísérleteket végrehajtani, egyszerűen egy új fehér lapon fogom kigondolni a kísérletet, a valószínűséget. Vegyék észre ezt a kettősséget a dologban, hogy a valószínűség, mint elméleti fogalom, fejünkben születik meg, persze tapasztalati tények alapján, de nem kísérletek alapján, viszont az ezen az oldalon majd megszülető valószínűségnek nagy köze lesz az élethez, a mindennapi élethez, a kísérletekhez, de a kísérletekre támaszkodó relatív gyakoriság közel lesz a valószínűséghez. Nos, jön a gondolkodás, ezt a három élményt ide is áthozom, hát nem egy nagy durvanás, az 1-2-3, de ha oda más lett volna írva, akkor ide is azt írtam volna. És akkor azt mondanám, hogy a lehetőségek, hogy mind a három fej, hogy de furcsa, hogy így minden, így szebb a dolog, aztán lehet az, hogy fej-fej-írás. Lehet az, hogy fej-írás-fej, lehet az, hogy fej, írás, írás. Tudnák folytatni ezt a sémát? Elég kézenfekvő, hogy a lehetőségek közül a következő az, hogy írás, fej, fej, írás, fej, írás, 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 fej, és írás, írás, írás. Felsoroltam az összes lehetséges kimenetelt, hallják, hogy beszélek? Önök is így kell megtanulni beszélni, erre lehetőségük van itt az előadáson figyelni, a gyakorlatokon tanulni figyelni, és itt van ez az irány, ezt a terminológiát használjuk, és kérem, nézzék meg ezt az irányt, mert bízom benne, hogy olvasmányosnak, talán még élvezetesnek is fogja találni. Egy kicsi bizalmat kérek önöktől, és a kritikájukra nyugodtan megélhetnek. Sajtóhiba biztos van benne. Kérem is itt a jegyzet elején, hogy ezt megfelelő módon jelezzék nekem. Kijavítom azonnal, ha megkapom a jelzést, és úgy teszem fel a honlapra, javítva. És bízom benne, hogy tudnak belőle tanulni. Ezért készült, jó? Tehát akkor az összes lehetséges kimenetel, amikor három élme mindegyikét megfigyelem. Hoppá! És most oda megyek a három élményhez. Ugye hát az előbb is ezekkel foglalkoztam, de az előbb azt figyeltem, hogy hány fejet dobok. És fölüvöltöttem, hogyha egyetlen fej volt benne. Tehát egy jelenség, amit most abból áll, hogy dobálom az élményt, többféle szempontból is megfigyelhető, és ez én rajtam a megfigyelőn múlik, hogy engem mi érdekel. Hogy az érdekel, hogy egy fej jött ki, vagy nem, ilyenkor egy esemény figyelet meg. Vagy azt figyelem meg, hogy hány fej jön ki. Ugye kijöhet 0, 1, 2 vagy 3. Ez egy kicsit más. Az előbb az volt a két lehetőség, hogy bekövetkezik, vagy nem következik be, egy fej van-e, vagy nincs. Mind nem egy fej van. Ha valaki a fejek számára figyel oda,
akkor a lehetőségek 0, 1, 2 vagy 3. De az is lehet, hogy valaki mindenre kíváncsi. Kíváncsi arra, hogy mi jön ki ezen a 10-esen, fej vagy írás, mi jön ki ezen a 100-ason, fej vagy írás, és mi jön ki a 200-ason, fej vagy írás. Most ezzel a legkíváncsibb megfigyeléssel foglalkoztam, amikor azt mondtam, hogy megfigyelek minden egyes érvét, hogy mi van rajta, és akkor hát én szerintem nagyon rövid eszűnek kell lenni ahhoz, hogy valaki belekössön abba, hogy ez a 8 lehetőség van, amit ott kivetítve láttam. Jó? Ezt most vegyék úgy, mint a táblára írtam volna, tehát engem később nehogy valaki szidjon, hogy ez a tanár nem írt a táblára, és ez nem jó. Hát az is egy tábla, és az is egy hívás, csak nem leszek tőle mocskos. Jó? Na és akkor, a lehetséges kimenetelek között természetesen kapcsolatokat lehet felfedezni. Például, ha valakit a dobott fejek száma érdekel, akkor nem kell más csinálnia, mint ezt a függvényt ide rakni, ami ehhez a kimenetelhez hozzárendeli a 3-at, a következő kimenetelhez hozzárendeli a 2-t, és így tovább minden egyes kimenetelnél le tudjuk olvasni, hogy hány fej van ott. Tehát ezt a kék felsorolást, a kék halmazt a dobott fejek számához rendelem hozzá. Jó? Ugye ezt így bekékítem itt, mert itt most a színeknek jelentése van. Ezt a felsorolást, amit az előbb csináltam, zölddel színezem, és ide rendelem hozzá. És akkor van még egy harmadik, ami arról szól, és ezzel már foglalkoztunk, hogy ha, nem ja, hanem ha, ő egyenlő egyel, akkor egy, egyébként pedig nulla. Így, ez pedig az, legyen ő sárga, hogy fejet dobok-e. Nem, pontosan, rosszul mondtam, egy fejet dobok-e. És akkor most kapaszkodjanak meg, mert amikor valaminek két kimenetele lehet, és azt jelölöm egyen nullával, vagy igennel, nemmel, vagy bekövetkezik, nem következik meg, akkor azt mondom, hogy egy eseménnyel van dolgom. Ezt a fogalmat definiáltam már korábban is, talán egy másik fájlban, nem ebben. Esemény, ezt kijavítjuk így né. Amikor a lehetséges kimenetele azok számok, akkor valószínűségi változóról beszélünk. Ő fontos fogalom. Valószínűségi változó. És amikor ennél általánosabb dologról van szó, akkor ennek nem adunk külön nevet, de ilyenkor azt mondjuk, hogy ez, amit itt most bekeretezek, ez egy lehetséges kimenetel, amit most bekeretezek, ez egy másik lehetséges kimenetel, és akkor most minden egyes kimenetel bekeretezve, hát azt mondom, hogy 8 lehetséges kimenetel van. És akkor teszem, amit tenni akarok. Most fókuszálni fogunk a valószínűségi változó fogalmára, mert meg fogjuk határozni előbb-utóbb, hogy mennyi a valószínűsége a valószínűségi változón minden egyes lehetséges értékének, amit itt most Lipschitz felsoroltam. A valószínűségi változónak a lehetséges értékei 0, 1, 2, 3. Tehát most nem azt vizsgálom, hogy egy fejet dobok-e vagy nem, most azt vizsgálom, hogy hány fejet dobtam, a valószínűségi változónak a lehetséges értékeit felsoroltam, és kérdezem önöktől, meg tudják-e mondani, hogy a nulladal a fejnek milyen elméleti értéket jogos oda tenni. Én úgy gondolom, hogy ezt önök ki fogják találni, nem kell magyarázni, aki megmondja a jó eredményt, azt megtapsoljuk.
most nem szerénykedünk, hanem itt a szürke különös kollégát kérdezem, mennyi a valószínűsége? 1/8. Így van. Tudtam, hogy tudják, csak megy a álszerénykedés. Tehát oda benyomok egyenlő, 1/8 nevetséges. Egyszerű volt a kérdés. Bár lehet, hogy valakinek még egyenlő nehézséget okoz, 0,125. A 3-nak mennyi a valószínűsége? A mellettelő hölgy, mit mondja erre? Mi a valószínűsége annak, hogy mind a 3 évre fej? Hát, annak is 1/8. Na, most jön a nehéz kérdés. Mi a valószínűsége annak, hogy egyetlen egy fejet dobok? Aki lejjebb hajtja az orrát, az ő, ha igen, mennyi ez a valószínűség? Nem egy harmadik. Valaki mondja, ha így hangosabban, 3/8. No, most, hogy ezt hogy találta ki, ezt most nem szírtatom, de a válaszát jónak minősítem. A 2-nek írjuk oda még a valószínűségét, az is 3/8. Jó. Hogy jöttek ezek ki, ebben még egy picit vissza fogunk térni, de majd egy nehezebb feladat kapcsán, nem 3 éve kapcsán, hanem még több éve kapcsán a dolog nehezebb, és még azt is meg fogjuk tudni oldani, jó? Most azt akarom önöknek megtanítani, hogy amikor minden lehetséges értéket valaki megad, és minden egyes lehetséges értéknek megadjuk a valószínűségét, akkor ezt a táblázatot úgy hívjuk, hogy a szóban forgó valószínűségi változó eloszlása, és akkor most ragadom meg az alkalmat, hogy a valószínűségi változót egy bötűvel jelölő, nagy x lesz, az x eloszlása van itt megadva, ahol x-et most definiálunk utólag, ahány fej adódik a 3 élmével. Nos, a valószínűségi változók jelölésére ilyen latin nagybetűket használunk, szoktak még görögbetűket is használni, azt hiszem Simon Károly tanár úr jegyzetében görögbetűk vannak, ezen nem szabad elveszni, ha majd ilyen-olyan szaktárgyakban előjön a valószínűség számítás, önök is láthatják, hogy az egyik könyv ilyen betűt használ, a másik olyat használ, rá kell jönni, hogy mi az ottani jelölési rendszer, ha van rendszer, mert azt is el tudom képzelni, hogy egy jegyzeten belül is esetleg valaki eltrehányzodja a dolgot. Úgyni, az x eloszlását adtam meg, ami nem áll másból, mint a lehetséges értékekből és a valószínűségekből. Tehát kontrolisztelen kiteszem, x eloszlása, 2-pont, lehetséges értékek és valószínűsége. Nos, az az érzésem, hogy jóval később kezdtük az órát, mint kellett volna, úgyhogy nem szeretnék szünetet tartani. Én úgy látom, hogy önök nagyon szépen figyelnek, és